Erik, számítottál arra, hogy ma esetleg sikerül előrelépned a magyar bajnoki abszolútban? Hát persze az ember reménykedik, de hát reális esélyünk nem volt rá. Aztán láttuk a Balázs bennel a zárokba, és akkor azt gondoltam, hogy megpróbáljuk. Akkor egy gyorsasági volt vissza, úgyhogy hát nem sikerült. Hogy történt a nap, hiszen azt hallottam, hogy a sportszerű gesztussal indítottál? Hát igen, Balázséknak nem indult be az autójuk, és a partfelmébe behúztam. Ezért ő valami büntetést kap, de erre van lehetőség. Azt gondolom, hogy ez fordítva is megtette volna, úgyhogy hát ez a minimum. Hogyan értékeled ezt a hajdúszoboszlói szezonnyitó futamot? Hát finoman szóval utálom, de szart. Nem tetszett. Nem a mi pályánk volt, ez egy nagyon nagy lóerő különbségek itt kijöttek. A következő verseny már nem ilyen lesz, úgyhogy nagyon várjuk, de nincs értelme keseregni, hoztuk a második helyet, fontos pontok a bajnokságban, úgyhogy készülni kell a következőre, és azt gondolom, hogy megint ugyanúgy fogunk nekiállni, mint most, és csak a győzelem. Támadás. Támadás. Köszönöm.